Kezdődik a Frontember, köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, a Skype túlsó végén pedig Georg Spötle, biztonságpolitikai szakértő. Szia Georg, köszönjük, hogy ma is velünk tartasz. Szia Tomi, hát én köszönöm a felkérést, és szeretettel köszönök mindenkit. Arra kérünk mindenkit, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. Ma reggel pont, mielőtt a felvételt elindítottam, azt láttam, hogy meglett a 138 ezredik feliratkozónk, úgyhogy előre megyünk, nem hátra, ahogy a mondás tartja, de hát szeretnénk elérni idén a 150 ezret, úgyhogy nagyon köszönjük, ha továbbra is támogatnak minket a feliratkozásaikkal, illetve köszönettel fogadjuk a támogatásaikat is a képernyőn és a leírásban található bankszámlaszámon, illetve PayPalon keresztül a támogatóinknak a közönség találkozóink vágatlan felvételeit, valamint a reklámmentes podcastjeiket küldjük el, és nagyon szépen köszönjük. Illetve mivel nagyon sok kérdés érkezett hozzánk azzal kapcsolatban, hogy most akkor mész-e Oroszországba vagy nem, úgy tudom, hogy most jó híreket tudunk mondani ebben a témakörben. Ugye olyan szuper jó híreket, hogy megvan minden engedélyem, és megvan a repülőjegyem is, tehát. Ez igen zseniális, tehát úgy néz ki, hogy augusztus 12-én a legolcsóbb jegyet próbáltam megszerezni, sikerült is, Dubajon keresztül repülök. Tehát a út, ami eredetileg 2 órán át tartana, ugye most 11 órás lesz körülbelül, úgyhogy Budapest-Dubaj és Dubaj-Moszkva, hát ugye meg kell kerülni hát a szankciókat, illetve hát a légtérzár, meg minden egyéb, amit a háború okozott, de tény az, 3 napot leszek Moszkvában, és akkor utána egy helyi hírügynökséggel, ez valószínűleg a RIA Novosti lesz, velük van a legjobb kapcsolatom, velük embedett, tehát ott egy tévéstábbal együtt irány a Donbasz, és ott leszek 5 napon keresztül, és megnézem, hogy tényleg mi a helyzet, hogy áll a front, hogy áll az újjáépítés, igazak-e a hírek, hogy a civil lakosságot lövik az ukránok, nem katonai célokat. Úgyhogy mondom, rengeteg kérdésem van, remélem egy részükre fogok választ is kapni, meg hát ugye az az igaz, hogyha ott vagy, hogyha személyesen saját szemeddel látod a dolgokat, nem csak valaki mesélte, hallottam, láttam a neten, olvastam valamelyik hírügynökségtől, tehát remélem, hogy tényleg sikerül egy-két kérdésre választ adni, ami érdekli ugye a hallgatókat, nézőket, érdekli az embereket itt Magyarországon. Úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas lesz, és hát nagyon hálás vagyok tényleg így az orosz kormány segítségért. Hát közel 1 évet intéztem, hogy sikerüljön kijutni. Hát ugye köszönet Mária Zaharovának itt is, még külön meg itt a Magyar Nagykövetségnek, itt az oroszországi nagykövetségnek itt Budapesten, mert tényleg rengeteget segítettek. Tehát 1 év komoly előkészítési munka volt, hogy mint úgymond nyugati újságíró ki tudjak jutni a Donbaszba. Úgyhogy én eszméletlen izgatott vagyok, nagyon-nagyon várom, de hogy így műsor előtt beszéltünk, azért még lesz izgi bejelentkezés Azerbajdzsánból is, ugye egy bő 10 nap is Azerbajdzsánba megyek, tehát ott is érdekel, hogy mi van a helyzet, például Nagorno-Karabakkal, mi van ugye a határviszállyal, úgyhogy vannak izgalmas dolgok. Úgyhogy, a mozgalmas ja, nyarad van. Irak, Azerbajdzsán, Oroszország, Donbasz. Az ősz is, mert ott is be van tervezve egy kis Abu Dhabi, ománi szultanátus, Szíria, úgyhogy mozgalmas lesz az év. No, hát, és remélem, hogy Oroszországba, amikor mész meg a Donbaszba, amikor mész, akkor már a békéről lehet beszélni, bár a dolgok jelenlegi állása nem ezt mutatja, de én ilyen örök optimistaként ebben reménykedek. Vannak ilyen óvatos hangok már Washingtonból is, hogyha őszig nem történik valami nagyobb áttörés, ugye ukrán oldalról nem lesz sikeres ellentámadás, akkor Amerika meg a nyugat is ráfoghatni Zelenszkijékre, hogy most már le kellene ülni a tárgyalóasztalhoz, mert így ugye emberek százezrei halnak meg a semmiért, áll a front, lövik egymást, halottak mind a két oldalon, hogy ez nem vezet sehova. De mondom, ezek ilyen nagyon óvatos hangok, meglátjuk, hogy mi lesz, egyelőre sajnos még mindig a háborús kardot csörgetik nagyon sokan, ugye Egyesült Államok nagy hatótávolságú rakétákkal, Spanyolország tegnap bejelentette, hogy további Leopard páncélosokat küldenek, nem nagy számba, 3 vagy 4 darab lesz összesen, úgyhogy no big deal, de még mindig nem a békéről szól. Na, mielőtt belemennénk az orosz-ukrán háborúba, beszéljünk egy kicsit Franciaországról, ahol továbbra is fokozottan feszült a helyzet. Eltemették azt a 17 éves fiút, akinek a halála miatt a szószoros értelmében lángokban áll Franciaország. Kedd óta erről ír az Index. A péntekről szombatra virradó éjjel tetőfokára hágott az erőszak, a fosztogatás és a rongálás, de az elmúlt nap sem volt egyszerű. Az Index egyébként a címében azt is írja, hogy Macron pályája legnehezebb óráit éli át. Mennyire feszült a valóságban a helyzet, és hogy látod, mennyire tudnak úrrá lenni a francia hatóságok a kialakult káoszon?
Na, most néztem meg gyorsan a nemzetközi híreket, mind a tévében, mind interneten, és szerencsére ez az éjszaka már egy kicsit nyugodtabb volt. Ugye sok francia városban kijárási tilalmat rendeltek el, megszüntették a tömegközlekedést éjszakára, direkt azért, hogy a fiatalok ne tudjanak eljutni A-ról B-re, ugye a tüntetések helyszínére is, és ne tudjanak városszerte rongálni. 45 ezer rohamrendőr volt az utcákon, tehát ez egy brutálisan nagy szám. Nem sok hiányzott, hogy a különleges állapotot, a martial law-t ki ne hirdesse Emmanuel Macron, ugye lemondta a Németországba tervezett háromnapos útját is, mert olyan feszült volt a helyzet. Nem tudom, akik a hallgatóink vagy nézőink közül olvasták a Guerilla című könyvet, tehát körülbelül ugyanaz a szituáció alakult ki. Ott is úgy egy rendőri igazoltatás során több migrációs hátterű fiatal az életét veszti egy lövöldözésben, és emiatt kialakul egy polgárháborús helyzet Franciaországban. Hát körülbelül itt is ez a helyzet, na, de azért utána néztem ennek a 17 éves fiúnak, mert most természetesen ugye a liberális baloldali sajtó aranyos fotókat készít róla, vagy közöl róla, amikor tényleg ilyen kis cuki gyerek ott mosolyog a kamerába. Hát azért 11-szer fogták el a rendőrök, garázdaság, rablás, drogkereskedelem, drogfogyasztás. Egy lopott lengyel rendszámú autóval száguldozott a buszsávban, amikor megállították a rendőrök. Nem akart kiszállni az autóból. Jó, az se volt korrekt, hogy a rendőr mondta neki, hogyha nem szállsz ki, golyót kapsz a fejedbe. Ez nem volt egy jó dolog. Mások is ültek az autóban. Tehát a lőfegyver használat az mindig olyan, hogyha jogos védelem, jogos önvédelem, tehát ha meg kell védelnem egy bajtársamat, egy kívülállót, egy civilt, vagy meg kell védelnem magamat, ugye jogos önvédelem, mert valaki olyan veszélyes tárgyal, lőfegyverrel, szamurájkarddal, macsetével, egyébbel, ami az élet kiolcsására alkalmas, hapci. Akkor használhatok ugye lőfegyvert. De például nem lőhetek egy autó után, főleg ha nem tudom, hogy vannak-e benne például mások is. Tehát előfordulhat, hogy valaki nem áll meg, mondjuk egy igazoltatásnál gázt ad, nem lőhetek utána, nem tudom, nem ül valaki az anyósülésen. Nincs egy gyerekülés a hátsó ülésen. És annak oltom ki az életét, tehát ilyet nem lehet csinálni. Tehát nyilvánvalóan ennek a fiatalnak az is mindegy lett volna, ha elgázolja ezt a két motoros rendőrt. Tehát akiben ilyen kriminális energia van, meg ennyire hülye is, hogy egy lopott autóval a buszsában száguldozok fényes nappal, hát ez ugye nem túl nagy szellemi erőfölényről tesz tanúvallomást, tehát azt mondom, az agya szuboptimálisan működik annak, aki ilyet csinál. Na mindegy, lehet, hogy drogok hatás alatt volt, nem kétséges, de mondom, tehát a fegyverhasználat ilyenkor valóban nem volt jogos, mert azt kellett volna, hogy elengedni, aztán egyszer úgyis elkapják. Tehát lehetett volna erősítést kérni, utána menni, útzár valami, csak az a baj ilyen autós üldözéseknél is, főleg fényes nappal, ugye sok ember van az utakon. Lehetett látni autós üldözéseknél, még itt Magyarországon is, nem áll meg a pirosba, egyszerűen áthajt rajta, összetör több másik autót, veszélyezteti a gyalogosokat, tehát ez egy mindig nagyon-nagyon mérlegelni kell, hogy mit csinálok. Jobb mindig erősítést kérni, alkalmazzanak egy útzárat valahol, mert ha most tényleg elkezdem ott villogokkal üldözni, ki tudja, hogy mit váltok ki abból a szeméből, aki mondjuk alkohol vagy drogok hatása alatt áll, meg amúgy is menekülni akar a rendőrök ellen, mert már nincs jogsia, mert bevonták, vagy egyáltalán nincs jogsia. Tehát mondom, itt nagyon mérlegelni kell, nagyon óvatosnak kell lenni, hogy azért ne az legyen, hogy most egy drogost elkapok, de mondjuk meghal három ember, mert elgázolja őket. De lényegtelen, tehát itt nem egy ilyen ártatlan kis 17 éves srácról beszélünk, hanem tényleg egy masszív bűnözői háttérre rendelkező valakiről. És hát ez lángra lobbantotta ugye Párizs, hogy valaki megnézi, egy kicsit böngészik itt a francia tévétársaságok weboldalán, vagy a YouTube-on, talál felvételeket, hogy tényleg ott Allahu Akbart üvöltözve közel-keleti fiatalok bezúzzák mondjuk a Nike Town-nak a kirakatát, csontra lefosszák az üzletet, drogériákat, italüzleteket, legutóbb egy fegyverüzletet is kifosztottak, szerencsére nem fértek hozzá a lőszerekhez, ez volt a jó hír, meg ki tudja, mi lett volna ebből. De akkor is nagyon sokan légfegyverekkel, airsoft fegyverekkel mentek ki az utcára, megnéztem a képeket, ugye hát szintén migrációs hátterű fiatalok, és ez is veszélyes, mert egy rendőr, aki előtt ugye megjelenik egy fiatal férfi, egy láthatóan automata katonai fegyverrel, most nem tudom, 5-10 méterről, hogy mérlege, hogy ez egy CO2-vel működő légfegyver, esetleg egy airsoft fegyver, vagy egy éles lőfegyver, amit mondjuk elvett egy rendőrtől, katonától, mert ugye megtámadtak rendőrösöket is. Mit fog csinálni adott esetben? Lelövi.
De lehetett látni a felvételeket, hogy tényleg volt, aki fölmászott a tetőre, onnan dobálta a rendőröket, leesett, meghalt. Nem tudni, miért afrikai fiatalok leflexeltek egy ostornyi lámpát, hát olyan ügyesen csinálták, hogy az egyikre rádölt és agyon csapta. Tehát mondom, brutális balesetek is, halálesetek is voltak a dühöngő tömeg miatt, és mit mutat ez az egész, hogyha te utat nyitsz a migrációnak, néhány évtized múlva ide fogsz jutni, hogy igazából polgárháborús helyzet alakulhat ki egy alapvetően ugye egy judeó-keresztény kultúrával és hagyományokkal, történelemmel rendelkező országba, ahova beengedtél emberek millióit, akik teljesen más kulturális közegből jönnek, teljesen másképp reagálnak, ugye. Az a baj, hogy én nagyon szeretem az arabokat, ezt ugye sokan nem tudják, meg szeretem az afrikai népeket, tehát különben nem utaznék nyaralni mondjuk Tanzániába, meg Szomáliába, meg ide-oda, hanem nem tudom, mennék Svédországba, de nem. Tehát és egész mások az emberek ott. Tehát a vendégszeretet, a barátságosság, hogy a legszegényebb emberek meghívnak téged az asztalukhoz, teát főznek neked, beszélgetnek veled, bemutatják a családjukat. Tehát olyan sok szeretetet kaptam ezekbe az országokba, hogy Európában nem. De viszont az az érdekes, ha ide átjönnek, és nincs az az erős rendőrség, nincs az az erős államhatalom, amitől félnek, akkor teljesen kifordulnak magukból. Különösen az a második, harmadik generáció, amelyik nem lett igazából német, nem lett francia, nem lett svéd, valahol a két kultúra között leveg, azt látja, hogy a rendőrség az gyenge, ha elkapnak, bevisznek, a bíró azt mondja, hogy jaj, szegény migráns, lehet, hogy nem tudta, hogy itt nem szabad drogot árulni, nem szabad lányokat zaklatni, nem szabad lopni, rabolni, és akkor egy ennyivel megúszod, és amikor már harmadszorra is így, akkor most nem tudom, közmunka, egyebek, pénzbüntetés, akkor azt mondod, hó, hát akkor itt nekem minden szabad szép öcsém, és elindul egy nagyszerű bűnözői karrier. Tehát az a baj, hogy a kezdetekben nem fékezték meg őket a rosszul értelmezett liberalizmus miatt. Tehát aki bűnöző, tök mindegy milyen a bőrszíne, tök mindegy honnan jön, az bíróság elé kell állítani, el kell ítélni, és kell egy olyan program, hogy rádöbbenjen, hogy ami cselekedett az rossz, reszocializálni kell, hogy úgy menjen vissza a társadalomba jó esetben, hogy többet nem akarok börtönbe kerülni, és kezdek valamit az életemben. Tehát az is, hogy most például Emmanuel Macron azt mondta, hogy ó, hát igazából a közösségi médiáknak meg a komputerjátékoknak köszönhető, hogy ilyen állapotok vannak Franciaországban, hát az Isten szerelmére miről beszél? Ez ennek semmi köze. Vagy max. Nagyon pici százalékban érintőlegesen. Itt arról van szó, hogy beengedtünk tömegeket Európába, akik nem is akarnak integrálódni, meg részben nem is tudunk integrálni, nem is tudjuk őket integrálni a tömeg miatt. Kialakultak ezek a gettók már évtizedek óta. Tehát gyerekkorom óta vannak ilyen gettók Brüsszelben, Párizsban, Marseille-ben, Berlinben, Hamburgban, Düsseldorfban, Londonban, mindenütt. És hogyha a frissen érkező migránsok ugye letelepednek, hova mennek, nyilvánvalóan nem valahol a elegánsabb részére a városba, a Berlin, Kurfürstendamm, vagy Bond Street, London, vagy valami, hanem azokban a városrészekben, ahol marha olcsók a lakások, mert lepusztult panelek vannak, ott lakik az összes haver, ismerős, rokon, akik már évtizedek óta mondjuk Párizsban, vagy Brüsszelben, vagy valahol élnek, és valóban kialakultak ezek a gettők, és ott minek tanuljak meg franciául, vagy angolul, úgyis mindenki beszéli az arabot, a pastut, az urdút, vagy a amhárit, vagy bármit, akkor teljesen felesleges. Ott vannak a haverok, akik, gyere velünk, áruljunk drogokat, egy este megkeresett 100-200 eurót is a hétvégén, még többet, beleviszik a tutiba, rájön, hogy bűnözéssel sokkal több pénzt tud keresni, mint hogyha elmegy valahova mondjuk árufeltöltőnek, mert nincs egy komolyabb iskolai végzettsége, vagy elmenne takarítani, megkeresi annak a tízszeresét egy bűnözői karrierrel, persze, hogy azt fogja választani, hiszen azért a pénz beszél, és neki is vannak vágyaik, látja a jó cuccokat a kirakatokban, meg akarja venni, úgyhogy mert nem lehet azért minden nap kifosztani, hogy a Nike-t vagy Adidas vagy bármi, tehát amikor nincs ilyen riot, nincsenek erőszakos tüntetés, akkor kénytelenbe menni és megvenni. Úgyhogy nagyon komoly problémát jelent, tehát a tömeg jelenti a problémát, hogyha a tömeges migrációt nem kezelem, hanem hagyom elfajulni évtizedekig, hagyom azt, hogy gettók alakuljanak ki, nem törődöm azokkal az emberekkel, ha nem tanul meg franciául, nem tanul meg az ő baja, na hát akkor kialakul ez a helyzet. Tehát ezért a legjobb dolog, ugye a szellemet eleve nem kiengedni a palackból, nemet mondani a migrációra, nemet mondani a brüsszeli kvótákra, mert különben ott tartanánk mondjuk nem most, hanem mondjuk 2040-re, hogy
Na haló, felkelések vannak Budapesten, és a parlamentet megrohamozzák olyan fiatalok, akiknek nem csak hogy Magyarországhoz, hanem az európai kontinenshez nincs közük. Meg azon gondolkodtam, hogy Franciaország egy nagy ország, erős hadsereggel, jó szervezet, rendőrséggel, és így is nagyon nagy kihívás úrrá lenni a káoszon. Magyarország egy kis ország, hát sokkal kisebb, és ez nem a merjünk kicsik lenni gondolat, hanem földrajzilag értem, hogy kicsi, és kevesebb ember él itt, stb. Ausztria, igen, két ilyen kisebb európai ország, ilyen 10 milliós lakossággal. És itt merül fel a kérdés bennem, hogyha csak pár tízezer olyan bevándorló hátterű embert beengednének, akik közül néhány száz vagy néhány ezer mondjuk nem tudná a rendet, vagy nem akarná a rendet betartani, akkor mi történne? Na figyelj, de ez így van, számoljunk akkor egy kicsit, mindig jó volt a matekból. Na jó, jó, hogy ezt nem hallja most a matek tanárnőm, mert szegény szerintem már a sírjában forogna akkor. Na, de nem, oké, engedjünk be mondjuk tízezret minden évben. Az 5 év alatt 50 ezer. De valójában nem, mert ugye a családegyesítés is emberi jog, tehát az Unióban ezt is igazából figyelembe kell venni. Átlagban Németországban kiszámolta a statisztikai hivatal és a bevándorlásért felelő szövetségi hivatal, hogy per migráns 5 embert hoznak általában át, közvetlen családtagokat, édesanya, édesapa és átlag 3 testvér. Tehát hogyha azt mondom, számoljunk ne is 5-tel, mondjuk számoljunk 3-mal. Tehát ezt a 10 000-et akkor megszorozzuk évente 3-mal, az már 30 000. 10 év alatt 300 000. Plusz szülnek még gyerekeket is. Tehát akár ott tarthatunk, hogy 10 év múlva 500 000, tehát 500 000 teljesen idegen ember él Magyarországon, akik Afrikából, a Közel-Keletről, Közép-Ázsiából innen-onnan jöttek, és hirtelen ott van akkor egy probléma, hogy ott lesz egy ilyen fél budapestnyi, vagy egy nem is tudom, mi van még mondjuk debrecennyi lakosságú közel-keleti és afrikai személy, akik nem tudom. Akik nem biztos, hogy beszélnek magyarul, nem biztos, hogy egyáltalán akarnak-e magyarok lenni, mert ugye mindig mondják, hogy jó, de hát azért máshonnan is vannak, meg a letelepedési kötvény, meg a, ugye ilyen dolgokkal hát, szoktak érvelni. Ha te kifizetsz, nem tudom, több 100 millió forintot, alapítasz egy céget, munkahelyeket teremtesz, és úgy kapsz letelepedési kötvényt, mondjuk, mint kínai üzletember, vagy dubai üzletember. Hát ez teljesen más. Meg teljesen más, aki azért jön ide, hogy egyetemre járjon, esetleg itt megházasodik, itt kezd valamit az életével, van egy szép családja, én nekem is van, aki például szírismerőseim, akiknek éttermük van, vagy élelmiszerüzletük van, van iraki, iráni barátom, szintén élelmiszerüzletben, illetve étteremben, az egyiknek van egy cége, aki például az iráni diákoknak a dolgait intézi, lakásbérlet, betegbiztosítás, egyebek. Tehát beilleszkedett emberek, akik itt családot alapítottak, ide jártak egyetemre, és úgy döntötték, hogy ők szeretnek itt lenni, magyar feleségük van, a gyerekeik már magyar iskolákba járnak, tehát ez abszolút semmi baj nincs, ha valaki azért marad itt, mert hogy szereti az országot és dolgozik, ráadásul most milyen hangzik az összes arab barátom, fideszes, tehát konzervatívan gondolkodó muszlim. Akkor nem azt mondják, hogy a bevándorlás ellenes fajgyűlölő Fidesz kormány, aki... Pont, hogy nem. Tehát muszlim emberek, de konzervatívan gondolkodnak, és azt mondják, hogy ez jó így, mert ők se akarják ezt a nyaklónia külbevándorlás, mert miért? Mert most úgy tekintesz rá, hogy ő Szalim az üzletember, ő Mohamed, akinek van egy jó kis étterme, és menjünk el és kajáljunk ott, de hogyha itt lesz, nem tudom, 30 000, 40 000 ilyen csoze, akik itt drogot árulnak, akik molesztálják a lányokat, akik betörnek, akikkel csak a gond van, akik lopott autókkal száguldoznak a buszában és lőni kell rájuk, akkor már a becsületesen itt élő arab emberekre és afrikai emberekre is azt fogják mondani, na ez is egy ilyen rohadt migráns, és mit keres, és is takarodjon. Tehát ez szítana az idegen gyűlöletet, ami most itt nincs Magyarországon, mert mindenki szeret kebabozni, szeret elmenni egy afrikai kávézóba, mert tök jól érezzük magunkat, mert egy kis morzsa egy másik kultúrából. És egyébként múltkor beszéltem egy szír orvossal, aki azt mondta, hogy ő azért is aggódik emiatt, mert hogy itt Magyarország milyen biztonságos hely, és hogy például, hogyha beengednék tömegével a bevándorlókat, ahogy te is mondod, és elkezdenének sok az ő gyerekének is drogot adni, mert azt mondja, hogy oké, hogy most is jelen van a kábítószer nagyon sok iskolában, de most még ilyen családi erővel tudják ezeket kezelni, ezeket a kérdéseket. De azt mondja, hogy ha például ott kialakul
magának ilyen saját etnikai közösségek, stb. Stb., akkor ő egyáltalán nem biztos, hogy ezt már meg tudná oldani, és hogy például, hogyha ő mondja ezt, hogyha elmegyünk a szomszédos Bécsbe, vagy Münchenbe, akkor ott már tényleg az van, hogy ilyen mini nógózóna, és ugye ezt sem emlékszem, amikor Lázár János csinált egy videót Bécsből, és így megpróbálták kriminalizálni, de hogy ő is ezt mondja, hogy mini nógózóna, kábítószer, alkohol, és különböző egyéb nagyon komoly problémák vannak. Így van, hát nekem bécsi rendőr barátom mondja, hogy a víz kiveri, hogyha a hétvégén odaosszák be, vagy a Práter környékére, mert mondja, hogy ott drogok, ott késelés, ott verekedés, ott lányokat zaklatnak, tehát történt már nem erőszak ilyen városi nyilvános vécébe egyebek, tehát mondja, az ott borzalom, tehát nem kell, nincs erre szükség. Nem úgy kell elképzelni, gondolom, a nógózónát ebben az esetben, mint a klasszikust, hogy se ki se be, hanem sokszor tényleg az van, hogy egy-két utca az olyan. Én Münchenben láttam ilyet, hogy volt olyan utca, ami átalakult Marokkóvá, vagy nem is tudom. De így van, de Berlin Kreuzberg például, mehetsz oda vásárolni, meg minden, csak már sok üzletben már csak arabul, meg törökül van mindenki írva, már a cégér is, mert mondták ott, amikor beszélgettem ott helyi srácokkal, hogy hát tesó, látsz, de itt még németet, kb. Te vagy az egyetlen ebbe az utcába, mert én szerettem oda lejárni a piacra, vásárolgatni, meg minden, de valóban úgy éreztem magam, mintha közel-keleten lennék, és nem Berlinben. Ugye látod a fejkendős, hidzsabos nőket, szakállas fiatal emberek, akik ott árulják a cuccot, arab felirat mindenütt. Tehát úgy, egy kicsit úgy érzed már magad, hogy hoppá, két utcával arrébb jöttem, és mint egy másik kontinensen lennék. És mondom, egyet fizet, kettőt kap. Kettőt kap, így van. Tehát hiába mondjak, hogy a multikulti addig jó, ahogy mondjuk itt Magyarországon, hogy van olasz étterem, van afrikai étterem, van arab, van perzsa, ez így tök jó, mert itt találsz... Havonta járunk a szerályba. Így van, el lehet menni a szerályba, el lehet menni a Durbanba, el lehet menni egyéb helyekre, tehát ez így marha jó. De az, amikor már például... nem is tudom, most kiírtan akartam mondani, hogy melyik városban, de ott már az SPD-s, tehát a liberális szociáldemokrata polgármester is azt mondta, hogy nem engedi ezt több sisabárt, mert hogy már megbontja a városképet. Hogy már nem találsz egy olyat, hogy sörkert, vagy nem tudom, német étterem, hanem mindenütt ilyen vízipipa bárok, meg ilyen arab kávézók nyíltak, és hogy már több engedélyt nem fog kiadni. Tehát ez a probléma, tehát a tömeg okozza a problémát, nem egy-egy becsületes, rendes ember, aki velünk él, velünk tanul, itt alapít családot, tehát nem velük van a gond, hanem azokkal, akik azért jönnek, hogy itt segélyt kapjanak, ne kelljen dolgozni, akiket már otthon is köröz a rendőrség, azért jönnek el. Tehát, és a segítséget kell odavinni, meg látni például ugye most az iraki utam alatt, hogy ahol fejlődik az ország, ahol egy jó kormány van, amelyik munkahelyeket teremt. Azért mondom, el-szudáni elnököt Orbán Viktorhoz hasonlítják ott a munkahelyteremtő programban, mert ő is azt mondta, hogy teremtsünk villámgyorsan munkahelyeket, hozzunk ide investorokat, akkor nem vándor el a fiatalság, hanem itt építik az országot. És ez bejön. Tehát ahova odaviszik a pénzt, és vannak munkahelyek, akkor a fiatalok nem mennek el. És amíg Sorosék, meg Brüsszel, meg minden arra költ milliárdokat, hogy az embereket idehozzák, és ráadásul életveszélyes útvonalakon, ahol emberek tényleg tízezrei halnak meg a földközi tengeren, az égei tengeren, tehát nem ezt kell, hanem odavinni ezt a pénzt, duális képzés, munkahelyteremtés, és akkor az emberek boldogan fognak élni a saját hazájukban, mert senki se adja el szívesen a hazáját, és ne az legyen a mágnes, hogy jaj, ott nem kell semmit csinálni, hanem kapom a segélyt, hanem az legyen a mágnes, hogy elmegyek a saját hazámba dolgozni, utána valamit kezdek az életemmel, családot alapítok, és van egy boldog életem, a gyerekeimnek van egy szép boldog jövője, tehát ez legyen a cél, ne az, hogy emberek millióit áthozni ide, mert akkor Párizs lesz mindenütt, meg ez már átterjed Brüsszelre is, ugye láttuk, hogy ott is már zavargások voltak, és mi lesz, ha ez átterjed Londonra, átterjed Düsseldorfra? Nagyon csúnya vége lesz ennek egyszer, lehet, hogy én azt már nem fogom megérni, de az is lehet, hogy még öreg emberként itt fogok egy pár szót mondani róla, ha nem leszek teljesen Biden, úgyhogy meglátjuk, mi lesz. Tehát, de mondom, jó vége ennek nem lesz, és az az egyetlen lehetőség, hogy nemet mondani erre a kvótára, megőrizni ugye a viszonylagos homogén társadalmat, hogy azokat engedjük be, akik becsületes módon jönnek ide azért, hogy tanuljanak, velünk éljenek, velünk dolgozzanak, akiknek van valamilyen iskolai végzettségük, ne pedig azért, hogy na akkor adjatok segét, mert ez nekem jár.
Szóval az előbb beszéltél ugye a számítógépes játékokról, illetve a közösségi médiáról, és egyébként abszolút egyetértek, hogy tehát, hogy valószínűleg nem azért kezdtek el a fiatalok kimenni, mert számítógépes játékokkal játszottak. A közösségi média esetében viszont kérdezném, hogy bocsánat, itt közben elkezdett süllyedni a széken, hogy az viszont mennyire szembetűnő neked, hogy ahogy láttuk Amerikában a George Floyd gyilkosságnál a BLM mozgalomnak az elindulását, hogy itt is egy ilyen incidenst követően pár órán belül már ugye megindultak az a vargások, ahogy a hírekben ez kijött. És ezt, mintha tényleg a közösségi média TikTokon, meg elsősorban a TikTokon, meg a Snapchaten generálták volna, hogy mennyire látsz tudatosságot abban, hogy valakik megszervezték, hogy francia nagyvárosokat lángba borítsanak a tüntetők. Nyilván, lehet, hogy volt benne szervezés, de ennek van egy saját dinamikája is. Hogy néztem a felvételeket, nagyon sokan élőztek, tehát élvezettel ugye Facebook Live, meg egyéb más csatornákon, ugye adták ezt le, TikTok élőzést, hogy jaj, mekkora buli van, és hogy ezt látják fiatalok, ja, hol van, ez csak egy pár utca, vagy valami, menjünk oda mi is. És akkor lehetett látni, hogy betörtek a Mekibe, ugye kijötték az összes fagyit a gépből, meg törtek, zúztak, mert ezt valós sokan politikai motivációként sem, hanem úgy bulinak tekintik, meg most akkor lehet törni, zúzni, kiélhetem az ilyen hajlamaimat, és úgyse történik semmi, mert ott van még 100 000 ember, miért pont engem kapnának el. Jó, azért nagyon sok embert őrizetbe vettek, mert mit én most tegnapi statisztika 1450 autót gyújtottak fel, gondolj, de hogyha mondjuk a te autódat használják ott fáklyának, meg barikádnak. Tehát ez tény. Hát ilyenkor mit lehetne csinálni, ugye lekapcsolni az internetet mondjuk, de akkor meg azt mondják, hú, hát ott diktatúra van. De nem tudom, tehát ilyen esetben én azt mondom, akár korlátozni az internetet, korlátozni az ilyen szociális... Csak az meg biztonsági szempontból nem, hogy még rosszabb, hiszen akkor meg még arról sem lehet értesülést szerezni, hogy merre meneküljünk, mi történik egyáltalán. Szóval nagyon nehéz ez. Nehéz kérdés ez, igen, de valóban ott szerveződnek, tehát az összes tüntetést ilyen social médiákon, közösségi médiákon szervezik, ugye, tehát ez az elmúlt évtizedekben mióta ugye van Facebook, van egyéb más, Telegram, Snapchat, egyebek, de ugyanúgy terroristák is használták ezt, például az iszlám állam is használta a Snapchatet, tehát igen, ez valóban egy probléma, ezt hát, hogy lehet-e még kezelni, valószínűleg most már nem, tehát ahol mobiltelefon van, ahol internet van, ahol ennyiféle kommunikáció csatorna a Telegramtól kezdve minden veszett fejszennyele, attól tartok, és hát persze, hát hülyék lennének ugye ezt a fiatalok nem kihasználni és szerveződni. Mondom, hogy mennyire volt itt egy központi szervezés, nem tudom. Lehet, hogy az egész inkább úgy volt, hogy minden városban volt egy-két hangadó, akik aztán összeszedték ott a haverokat, akik szintén hívták a haverokat, tehát így pillanatok alatt ugye össze lehet azért csődíteni nem csak bulikra, hanem tüntetésekre is embereket. Na térjünk rá az orosz-ukrán háborúra, ott jaj, most. Jaj, bocs, még egy utolsó igen. Gondolat, hogy elnéztem a képeket, és elgondolkodtam itt például a baloldalnak ezen a pro-migrációs retorikán, hogy jaj, be kell engedni meg a szegény migránsok, és arra gondoltam, hogy amikor ugye kipróbálták vinni, vagy ki is vitték a fiatalokat a szánkót, törészúzás, égetés, menjünk be a parlamentbe egyéb, hogy mennyire használnak ki a baloldal esetleg az elégedetlen migráns tömegeket később politikai célokra, tehát ez is még egy valós veszélyt rejtett. Na akkor most térjünk át az orosz-ukrán háborúra és a frontra. Mi történik? Semmi, per pillanat. Tehát lövik ki a leopárdokat, azt lehet tudni. Most már az ukránok igazából ki sem merik küldeni őket, mert mondják, hogy nem használják őket ilyen céllövöldének, így mondták szó szerint. Mert ugye a Lancet drónok meg a Kornetek egész hatékonynak bizonyultak a német csúcs technológia ellen, meg az amerikai csúcs technológia ellen, tehát ugyanúgy lövik ki a Bradley-ket is például, meg a páncélozott Humvee-ket. Most inkább a tüzérségre koncentrálnak, tehát mind a két oldal ugye drónokat és tüzérségi eszközöket vett be azért, hogy életeket mentsenek. Többé-kevésbé sikerül, bár megint elég komoly veszteségek vannak, amennyiben, hogy az orosz híreknek hinni lehet, 244 ukrán katona vesztette az életét egy tegnapi támadás során, amit az orosz federációs erők megfékeztek. De igazából álló háború van,
és ezt beismerték már Washingtonban is, ugye több politikus nyilatkozott, meg több sajtóorgánum megírta, hogy olyan erős az orosz védelmi vonal, amit képítettek tényleg páncélcsapdákkal, hídfőállásokkal, tüzérségi állásokkal, hogy erre ők nem is számítottak, hogy arra az oroszok képesek lesznek. Tehát beásták magukat, nagyon keményen tartják ezeket a területeket. Voltak kisebb ukrán erőre nyomulások, de ilyen, mit is mondtak ott a parancsnokok, 170 méter meg egyebek, tehát mondom, így oda-vissza kicsit így pulzál a front, visszaverték őket, újra előre nyomultak egy másik területen, tehát, de nem történik érdemben semmi egyik oldalról sem. Amiről ugye a műsor elején beszéltünk, akkor kezdene veszélyessé válni a dolog, hogyha mondjuk, amit lengyelek akartak, hogy amerikai taktikai atomfegyvereket telepítsenek Lengyelországba, hú, hát az oroszok ettől szerintem bakot ugranának. Tehát ez nagyon nem lenne jó. Medvegyev ugye már mondta, hogy ha ennyire atombombát szeretnének, akkor majd kapnak, de tőlük. Úgyhogy ez veszélyes, ugyanúgy az amerikai nagy hatótávolságú rakéták, amiknek ugye 300 kilométeres a range-e, tehát ez veszélyes lenne, mert azért egy 300 kilométeres hatótávolsággal nagyon mélyen be tudnának már lőni Oroszországba, tehát orosz városokat támadnának, civil célpontokat támadnának, ismerjük az ukránokat, ahogy lőtték a Donbass, lőttek lakóépületeket, óvodákat, tömegközlekedési járműveket, tehát nincs bennem kétség, hogy ők elkezdenének lakóövezeteket is lőni, csak azért, hogy megfélemlítsék az oroszokat. Tehát ez benne van, és azért ez egy nagyon veszélyes játék. Tehát ez egy eszkalációhoz vezetne. Eddig sikerült az elmúlt másfél évben ezt az eszkalációt elkerülni, de remélem most már nem végső elkeseredésében azt mondja Washington meg a nyugat, jó, hát akkor adjunk oda nekik mindent, aztán játsszuk le, mert annak egy nagyon csúnya vége lenne, és hát ahogy viccesen mondom, akkor akár termonukleánsz folya, tehát egy szép nagy gombafelhőben végződhetne a dolog. Jöttek hallgatói kérdések, és elsősorban még a Wagner puccsal kapcsolatban. Egyébként az egyik az, hogy az egynapos Wagner puccsal kapcsolatban lenne kérdésem, bennem egyből felmerült, hogy nem lehetséges-e, hogy a CIA benne volt, és többet fizettek, mint Putyin, meddig tart Prigozsin hűsége? Hát igen, ezt sokan felvetették. Én kétlem, tehát azért Prigozsin tényleg ugye a saját meg a csapata életét nagyon sokat kockáztatta Oroszországért, tehát nagyon kiállt. Kétlem, hogy Prigozsin megvető lenne, Prigozsin amúgy is egy milliárdos, tehát most őt pénzzel megvenni nem lehet. Azért, ha most belebeszélték volna a fejébe, hogy ő lesz Oroszország elnöke, kétlem. Nem lett volna egy olyan politikai erős áramlat mögötte, akik támogatták volna, tehát tolták volna őt előre, hogy akkor ő legyen az új orosz federációs elnök. Nem, szerintem mondom itt vagy az, hogy ez egy hatalmas színjáték, én még mindig ebben gondolkodom, mert hogy most megnéztem például ugye a CIA közé tett felvételeket, amiket a műholdjaik lőttek, hogy milyen ütembe építik a beloruszok azt a támaszpontot, amit megkapott a Wagner. Tehát építenek nekik egy támaszpontot, kiépítenek egy olyan jogi közeget, hogy a Wagner működni tudjon. Oda engednék őket exilbe, ahol az orosz taktikai nukleáris fegyvereket telepítették éppen most. Lehet, hogy mondom, emögött valami sokkal több van, lehet, hogy nem, mondom, tehát nem tudom, nekem van egy ilyen érzésem, hogy fura ez az egész egy kicsit. Ugye Zelenszkij nyilatkozatát is elolvastam, a leíratát az egyik sajtókonferenciának, és mondta, hogy azért őt kiverte a víz rendesen, hogy Prigozsinékat ugye Belarusba hát száműzték. Ugyanúgy a litvánok is beparáztak, ugye, mert azért Litvánia van Kaliningrád és az orosz anyaország között, tehát ők is félnek, megerősítik a határt. Ugyanúgy a lengyelek is félnek. De mondom, itt az ukrán hadvezetés is mondta, hogy úristen, most itt vannak nem egész 90 kilométerre Kijevtől az elnöki palotától a Wagneresek. Tehát mondom, ezt a jövő fogja majd megmutatni, hogyha valóban, ahogy beszéltük, hogy ablaktisztítás közben Prigozsin véletlen megcsúszik, és a 20. emeletről dob egy hátast, akkor nyilvánvalóan igazi volt a pucs. Ha pedig egy nap bejelentkezik ki ebből, akkor pedig ugye a színjáték szenárió. Mondom, nem lehet tudni, tehát itt rengeteg variáns van, tehát az is, hogy egy elkeseredett ember erődemonstrácia olyan volt, hogy szembe menjen ugye a katonai nomenklatúrával. Benne van, nem tudjuk, mondom, mindig elmondom, nincs nálam a bölcsek köve, csak agyalok, mert valahogy így furcsa az egész, hogy egy ilyen kemény vezető, mint Putyin, úgy megengedte azt, hogy elhagyja az országot, bár azóta állítólag látták őt már Szentpétervárott, ugye, ahol a Wagnernek a fő hadiszállása van, és felszállt egy helikopterre, valahova elrepült.
Mondom, nagyon-nagyon izgi ez a kérdés, én is rengeteget agyalok rajta, és mindig várom, hogy legyen valami új hír ugye Prigozsinékről. Nem tudom, beszéltük-e itt műsorban, hogy azért például az afrikai szerepvállalásnak nincs vége. Hát például Haftar tábornoknak Líbiában ők biztosítják a hatalmát, ugye Haftar tábornok uralja két harmadát az országnak, tehát ezt nem fogja Oroszország elengedni, mint ahogy már itt sem, ott már pakolnak a németek, tehát a német Bundeswehr meg a francia hadsereg úgy néz ki, hogy az év végével el kell teljességében hagyja Málit, és az orosz Wagner fogja átvenni ott a biztosító szerepet, meg ők veszik fel a harcot a dzsihadista csoportokkal, ugyanúgy ott vannak Kongóban, ott vannak Szíriában, tehát szerintem a Wagnernek van egy további szerepe, lehet, hogy esetleg Prigozsinnak le kell köszönni, lehet, hogy egy új vezetése lesz a Wagnernek, vagy konkrét az egészet betagozzák valamilyen formába a hadsereghez. Mondom, itt kell egy kis idő, és lássuk meg, hogy mi történik, hogy kinek van igaza, vagy mik vannak még a tarsolyában Oroszországnak. Ha már Afrikát említetted, ehhez is jött egy kérdés. Kedves Georg, azt szeretném kérdezni, hogy a Wagner csoport, akik Afrikában és Szíriában is vannak, ott milyen katonák alkotják? Ott is a börtönből toborzott emberek vannak, vagy kik vannak ott? Meg azt szeretném kérdezni, hogy elvileg van a Wagnernek elég, vannak a Wagnernek elit harcosai, azok mennyire jók, például fel tudnák-e venni a harcot egy amerikai elit csapattal? Köszönöm előre is a válaszokat, üdvözlete Stuttgartból. Na, ők biztos Stuttgartban, a figyú. Hát azért a Specnazból és más orosz elit alakulatokból toborzott a Wagner. Tehát akiket így börtönből toboroztak, hát ők igazából ágyútöltelék voltak, tehát az úgynevezett rohamosztagosok, akiket előre küldtek, ugye Artyom Moszkvan, lánykori nevén Bakhmutban. Akik Afrikában vannak, például nagyon sok vadászpilóta van, helikopter és vadászgéppilóták Líbiában, ugye ők biztosítják azt, hogy a nyugatbarát tripoli kormány ne tudja lerohanni az orosz barát bengázi kormányt, ugye Haftar tábornoknak ott van a fővárosa, és ott hát nagyon komoly, ott tüzérség van, légierő van, légvédelem van, szárazföldi csapatok vannak, tehát ott is több ezer ember van, de ők nagyon jól képzelt specialisták, mind ugye az orosz hadseregben szolgáltak, de hallottam olyan hangokat is, hogy vannak nyugati hadseregekből jött specialisták is, akik a Wagner soraiban nagyon jó pénzért dolgoznak, tehát el tudom képzelni, hogy akár mondjuk németek, amerikaiak, akik ugye a több ezer dolláros fizetés fejében elmentek oda szakértőnek, zenésznek, specialistának, bárhogy nevezzük őket. Úgyhogy ott tényleg jó csapat, de ugyanúgy Máliba is, tehát azért, mikor ilyen biztosítási feladatok vannak, tehát hogy egy kormány biztonságát garantálni például dzsihadisták ellen, nyilvánvalóan ott olyan emberekre van szükség, akik nem börtönviseltek, hanem akik egész életükben katonák voltak, és nagy szakértelemmel rendelkeznek, nyelveket beszélnek, tehát ugye Máliban például ugye a francia, akkor Líbiában ugye az arab részben az olasz, tehát nagyon fontos, és mondom, be vannak nagyon kötve Haftar tábornokról, talán még annyit megemlítenék, hogy a Frunze Katonai Akadémiát végezte még a Szovjetunióba, tehát neki már a szovjetekhez nagyon jó kapcsolatai voltak, és ugye ezt ő fel is elevenítette, ugye ő szolgált szintén tisztként, tábornokként Muammar el-Gaddafinak a seregébe. Szembefordult Gaddafival, volt egy ilyen kisebb pucskísérlet, menekülnie kellett, 10 évet töltött az Egyesült Államokban, még az állampolgárságot is megkapta, Virginia államban élt, utána visszatért Líbiába, és megpróbálta a hatalmat magához ragadni, hát mondom, az ország kétharmadában ez sikerült, ugye orosz és egyiptomi támogatással, ő nagyon jó barátja el-Sisi tábornoknak, illetve jelenlegi egyiptomi elnöknek. Úgyhogy mondom, a Wagneresekre szükség van, meglátjuk, hogy mi lesz úgy unblock a Wagnernek a sorsa, de az, hogy most egy ekkora támaszpontot kaptak, ahol most új épületeket, hangárokat, meg mindent húznak fel, nyilván azért, hogy elrejtsék az eszközöket is ugye a műholdak elől, tehát az mindig nagyon fontos, hogy az ellenség ne tudja, hogy én egy támaszponton miket tartok, járműveket, légjárműveket, helikoptereket, egyebeket, tehát ez a munkálatot folyik, és ez azért azt mutatja, hogy a Wagnernek lesz egy szerepe, tehát nem mondták azt, hogy akkor csá, hazamettek anyukához, vagy valami, a Wagner ezzel megszűnt létezni, hozhatott volna Putyin egy olyan törvényt is, sőt, ami nagyon érdekes, hogy a Wagner most megint elkezdett Oroszországban toborozni, tehát kinyitották újra a toborzó irodát, tehát ez azt mutatja, hogy itt valaminek nincs vége, hanem ez egy új kezdet. Hát ez volt a mai adás, végezetül egy üzenetet szeretnék beolvasni neked, kedves Georg, csak bátorítani szeretnélek, én 25.
én reggel érkeztem Moszkvába ráadásul vonattal, a város gyönyörű, az emberek nagyon kedvesek és segítőkészek, szóval semmi félnivaló, azért a várost is nézd meg, gyönyörű minden, a közösségi közlekedés nagyon jól szervezett, meg amúgy minden, én már többször jártam Oroszországban, nekem a szívem csücskeret, szóval hajrá kalandra fel, egy élmény lesz részedre és élvezni fogod, üdvözlettel, Zoli. Kösz szépen, kedves Zoli, én nagyon izgulok, de pozitívan, életem első útja lesz Oroszországban, nem jártam még soha, úgyhogy szerintem nagyon klassz lesz, meg vannak ott élő barátaim, úgyhogy akikkel találkozni fogom, nyilván lesz kis városnézés, vacsi, vodkázás, akarok venni magamnak mindenképpen egy matyoska babát, az régi vágyam. Tudom, lehet kapni itt is, de én mindig úgy szerettem volna venni, hogy valami nagyon klassz üzletben, Moszkvában, úgyhogy ez is teljesülni fog, de hát a Donbass ugye az lesz a nagy kaland. Úgyhogy én már eszméletlenül várom, és hát persze sok érdekes dolgot fogok mondani, hát be fogok onnan jelentkezni, úgyhogy tartjuk majd a kapcsolatot, és nagyon szépen köszönöm a kedves és bátorító üzeneted. Ez volt a mai Frontember, Georg Svetle, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönjük, hogy itt lettem, nagyon szép napot mindenkinek. A kedves hallgatóknak is köszönjük a figyelmet, viszontlátásra, viszonthallásra.